Sziasztok, srácok! Itt vagyunk. Itt vagyunk az edzőteremben, a második részének a Good Life Mozdul videósorozatunknak. Ugye nem a harmadik, mert volt egy nulladik. Gyakorlatilag bemelegítünk a mai edzésünkhöz Laci társaságában. És a mai nap folyamán egy olyan edzésnek lehettek szemtanúi, amit nem egyedül fogok végezni, hanem Lacival fogjuk leedzeni a mai edzésünket. Ami már csak azért is nagyon jó, mert igazából kétfajta edzés van, amikor én nyomom, ő néz. És amikor ő is csinálja, és én is csinálom. Most olyankor szoktam magam ilyen nagyon-nagyon-nagyon picikének érezni, amikor ő is csinálja velem. Ó, ez olyan kellemetlen. A picu nem érte a célzsást. Nem érti, mert még kicsi. Most ez fog történni, és ezt fogjátok látni, és tartsatok velünk. De mielőtt belevágnánk az egész mai edzésbe Lacival, azelőtt amondó vagyok, hogy válogattam egy-két kérdést az általatok feltett kérdéseitek közül, YouTube-ról, illetve Facebook-ról. Az első nem másé, mint Strázsa Bence Tibor kérdését fogom most felolvasni. Ki ezt kérdezte Facebookon, hogy milyen indítatásból kezdted el az edzést? Ez volt egyébként a sok közül az egyik kérdése. Alapvetően nem igazán voltam megelégedve az éppen akkori, mint a, hát az éppen akkori mondjuk na értitek, szóval mielőtt elkezdtem ezzel, nem igazán voltam megelégedve így az egész fazonommal, meg úgy láttam magamon is azt, hogy mondjuk ebből azért a végére azért egy Molnár Kiki is lehetnék. Na nézzük az első gyakorlatot, legyen legalább olyan jó, mint a selejtezőben. Legalább olyan jó. Talán még egy kicsit jobb is. Illetve a napjaim 80%-a abból állt, hogy konkrétan ültem, játszottam, utána hajnali 4-kor lefeküdtem, aludtam, és utána felkeltem másnap délután 1-kor. Szóval a napközben benne maradt energia az effektíve nem szabadult ki belőlem, és valamivel ezt le kellett vezetnem. A második kérdésnek ugyanúgy Bence Tibortól, a műtéted után mennyire érezhető nehézségnek számodra az edzés? Az első mondjuk 4 edzés az ilyen borzalmas izomlázzal telt utána másnap, szóval tényleg az, amikor mondjuk egy lábedzés után vagy, úgyhogy előtte 3-4 évig nem csináltál semmit a lábaddal, és utána ránézel egy lépcsőre, akkor nem azt látod, hogy hú de szép lépcső, de megmásznám, hanem azt látod, hogy az a világ vége. És az életben nem fogok oda feljutni, és egy ilyen nagyon szerencsétlen, nagyon egy ilyen aljavetett sorsot kapsz, hogy most azt meg kell mászni, és amikor így két kézzel a korlátba így kapaszkodsz fel, és már 4 kézzel húzod fel magad. És közben fotózod a lépcsőt, és küldöd az edződnek. Így van, hogy kösz, jó fej vagy, köszi, jó volt a lábedzés. Azt gondolom egyébként, hogy a kérdés az nem erre vonatkozott, amit te mondtál, hogy izomlázad volt vagy nem, hanem arra vonatkozott a kérdés, hogy a mozgásban akadályozott-e valamit, amire egyébként egyértelműen azt mondhatjuk, hogy abszolút nem. Tehát az első két edzését azt ilyen óvatosan megnéztük, hogy mi az, amire képes, mi az, amire nem képes, és mi az, amin esetleg kreatívabbnak kell lennünk és módosítanunk kell, de nem kellett, úgyhogy nagyjából az alapvető dolgokat tudjuk csinálni együtt. Illetve az utolsó idevágó kérdés az lenne, hogy az edzés végig fel fogod-e tenni YouTube-ra és dokumentálod-e a fejlődésed. Nem minden egyes edzést, én a mondó vagyok, mert az egy ilyen borzalmasan hosszú és egyébként egy unalomba fulladó sorozat lenne, viszont ahogy most is 3-4 hetente vagy 2-3 hetente leülünk a GameStar csapatával és leforgatunk egy ilyen videót nektek, és mindegyikben megpróbálunk valami érdekességet egyébként belevinni. A következő igazából nem is kérdés, hanem megjegyzés a YouTube-ra érkezett Panther nevű kommentelőtől, aki azt írja, hogy ez nagyon tetszik, pozitív hatással lehet a nézőkre is, még sok ilyen videót, Marci. Ezt azért válogattam bele ebbe, mert alapvetően az egész sorozatnak ez is a célja, hogy nektek is megmutassuk, hogy nem annyira nehéz ez, és el lehet kezdeni, csak akaraterő kell hozzá. Illetve mivel az egész kezdeményezésnek a neve az, hogy Csio mozdulj gamer, ezért titeket, mint gamereket szeretnénk egy kicsit mozgásra bírni. És mint ahogy említettem, ugye akarok, minden egyes videóban akarunk egy ilyen egy-két érdekesebb etapot, ennek a videónak a végén pedig az érdekesebb etap mi lesz, Laci? Az lesz, hogy ti is tudjatok otthon is edzeni, és ne csak az legyen, hogy feltétlenül egy edzőteremre szoruljatok rá, viszont ki akarjátok próbálni, vagy esetleg két game között egy picit mozognátok, úgyhogy bemutatunk Marcival egy olyan edzést, amit otthon is el tudtok végezni.
Ez a kis kérdezfelelek etap ennyi lett volna. Laci, köszönöm szépen a segítségedet a kérdések megválaszolásához. Illetve, hogyha nektek van egyéb kérdésetek, amit a következő videó elején szeretnétek így ugyanilyen formában látni, abban az esetben vagy YouTube-on, vagy pedig Facebookon a videónak a posztja alatt ezt tegyétek föl, és amondó vagyok, hogy kezdődhet is az edzés. Első körben megnézzük, hogy hogyan tudunk szabályos fekvőtámaszt csinálni. Bár nagyon nem számíthatunk Marcira, mert még mindig panaszkodik, hogy fáj a mellkasa és izomláza van, de azért megpróbálja nektek bemutatni, hogy mi is ez a szabályos fekvőtámasz. Nézzük. Az a lényege, hogy soha nem tesszük teljesen szélesen ki a kezünket, meg nagyon szűkre se. Ez mind a kettő egyébként szabályos, de mi most a normális fekvőtámaszt akarjuk megtanulni, ami pedig azt jelenti, hogy vállszélességű tartásban lekünk. Felvesszük a pózt, a lábaid úgy, teljesen jó, és amire nagyon figyeltek arra, hogy a csípőtök nem jár folyamatosan föl alá, nem hajlítjátok be a hasatokat, igen, ez most nem az, hanem az, amikor leengedett teljesen, szépen lassan, lassan, ütemesen és ütemesen gyorsan fel. Egy, és mehet le, és lassabban lefele. Nem ejtjük a mozgást, hanem mindig igyekszünk arra, hogy kontrolláltan a mellkasunkat dolgozva engedjük le. Azaz, és jöhetsz is fel. Következik a felülés, és a felülésnél egyébként azt gondolnánk, hogy egy végtelenül egyszerű gyakorlat. Viszont végtelen számú hiba lehetőséget is rejt magában, és ezért a legegyszerűbb módja annak, hogy ezeket ki tudjuk küszöbölni, az az, hogyha a térdeinket így behajlítjuk körülbelül, ahogy Marcinak van, a lábfejünk az végig lent van a talajon, valamint nem az van, hogy a derekunkat terheljük, illetve a hátunk felső részét, hanem a kezeinket fenntartjuk a levegőbe, és mintha egy polcra szeretnétek feltenni egy ásványvizet, vagy bármi egyéb dobozt, vagy akármit, Marci felfele elkezdi a mozgást, törekszik rá, igen, erről van szó, és ilyenkor a hasad egy előfeszített állapotba kerül, és innen még egy picit elemelkedünk, nem teljesen, annyira nem, a derekunk az végig lent marad, ugye ezt mondtam az elején, csak Marci nem figyelt. Szóval, ezt megcsináljuk újra. Megcsináljuk újra, egészen addig, így, erről van szó, és most mehetsz le, és a kezed az itt van végig fönt, és jöhetsz föl, és ebbe úgy, igen, erről van szó. Ezt a kéztartást, ezt addig fogjuk egyébként csinálni, ameddig már a mozgás maga teljesen rutin nem lesz, és onnantól kezdve már teljesen mindegy, hova teszitek a karotokat, tehetitek fej mellé, test mellé, ahogyan nektek szimpatikus, de az első időszakban, hogy megszokjuk azt, hogy csak hasból dolgozunk és nem használunk lendületet, ez a legjobb. Az egyik leghasznosabb gyakorlat érkezik egyébként most, amit Marci fog nekünk újra prezentálni, ez a guggolás lesz, hiszen a testünknek az egyharmadát teszi ki ez az izom, amit hogyha dolgozunk és rendszeresen edzünk, jót tesz a vérkeringésnek, gyorsabban fogunk tudni fejlődni, és a felső testen is gyorsabban fejlődik tőle. Nézzük, Marci. Az a lényege, hogy egy picit szélesebb terpezben állunk, mint a vállunk. A lábfejek kifele néznek, ezzel pont jó szöget teremtve ahhoz, hogy mélyre tudjunk guggolni. Illetve, amit nagyon fontos, hogy mindig fenékből hátrafele indítjuk el a mozgást, erről van szó. És ez azért nagyon hasznos, hiszen így a térdünk soha nem kerül a lábfejünk elé, és nem terheljük feleslegesen. Egyébként remekül látszik, hogy a sarkára teszi a súlypontját, és ez így szabályos. Következő gyakorlat a kitörés, amivel a combizmokat, egy minimálisan a vádlit, illetve a feneket fogjuk átdolgozni. A következőképpen zajlik, egy jó nagyot léptek előre. Még egy picit nagyobbat, úgy oké, tökéletes. És leengedjük magunkat úgy, hogy a felső test végig egy tengelyben mozdul lefele, és a térd soha nem kerül a lábfej elé. Jöhetsz fel, egy, és mehet le. Kettő, és jöhet. Három. Az otthoni edzésekhez egyébként egy hasznos kis eszközt tudtok beszerezni, szinte bármelyik sportboltban megkapható. Ez egy szimpla gumikötél, aminek kettő darab fogó van a végén. Különböző színekben fogjátok tudni megszerezni, és mindegyik színnek más-más a gumi erőssége és az ellenállása ezáltal. Viszont egy komplett felsőtest edzést meg tudtok vele csinálni, ebből is mutatok nektek egy pár gyakorlatot. Ráállunk, letesszük a földre, ráállsz középre, mind a kettővel, hogy tökéletes. A könyökünket behelyezzük ide, oldalra, és bicepszezni fogunk. Szemből felhúzunk. Egy, és szépen lassan. Gyakorlat lényege az, hogy a könyököket beszorítjuk teljesen a test mellé, és hogy látjátok, Marcinak a bicepsze itt tökéletesen bemutatja azt, hogy mire is jó ez a gyakorlat nekünk. Innen már csak egy lépésnyi választ el attól, hogy az oldalsó deltáinkat és a vállunkat is megdolgozzuk, az pedig a következő. Oldalemelést végzünk, úgyhogy a könyök érkezik felfele. Azaz.
és hogy természetesen egy picit arra figyeljetek, hogy soha nem teljesen nyújtott kézzel, hanem egy picit behajdítjuk a könyököt, és úgy emeljük fel, hogy végig ugyanabban a szögben marad, és a felső ponton egy másodpercre megtartjuk és megfeszítjük. Egy, és mehet le, és mehet is föl. Kettő. Egy hány gyakorlatot még megnézzünk, még hozzá az evezést, de akár lehetne a felsőcsigás lehúzást is imitálni ezzel, de most jelenleg itt ezen a környéken, ezen a helyen, ebben a szobában csak ez áll rendelkezésünkre, úgyhogy most én leszek a támasz, ami a következő módon néz ki. Evezni fogunk, még hozzá úgy, hogy egyet előrébb lépek, hogy teljesen nyújtott legyen a Marcinak keze, és test mellett szűken a könyököket behúzza, úgyhogy a lapockáit közelíti hátul. Erről van szó. Az, hogy a lábatok elől van, vagy éppen oldaltartásban, az teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy lendületet ne tudjatok használni, és csak a lapockáidat használjátok, és így egy stabil tartásban tud maradni a testetek. Na srácok, ennyi lett volna ez a videó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok ebben a videóban is. Reméljük egyébként, hogy okosodtatok és sok mindent megtudtatok így a szabályos testmozgásról, hogy mit is, hogyan is kell csinálni. Amondó vagyok, hogy ki lehet próbálni párat, sőt, ajánlom is, hogy próbáljátok ki párat, sőt, ajánljuk, hogy próbáljátok ki párat, aztán utána meglátjátok, hogy a harmadik rérik izomlázós nap után gyakorlatilag már mint a karikacsapás úgy fog menni. Még egyszer köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk egy következő videóban. Szevasztok! Sziasztok! A most következő képkockákat Nicki Minaj fanoknak ajánlanánk, mutatom! Férfiba! A Nicki Minaj!